leginkább pedig a közösségi ház hiányzik. A Gyenesdiási Római Katolikus Plébánia területén egy közösségi teret fognak megvalósítani a közeljövőben. Erre nyert 32,5 millió forintot a Magyar Falu program keretében a nagyközség. A helyszíni bejáráson a terveket is megtekintette Gyopáros Alpár kormánybiztos és Maninger Jenő országgyűlési képviselő. A területen várhatóan egy kontyolt nyeregtetős épület valósul meg, melyben közösségi tér, iroda és fogadótér lesz. A plébánia épületében ugyanis erre nincs lehetőség, igény viszont lenne rá. Találkozás a templomban az egy bizonyos fajta keretekre jó, tehát bizonyos fajta találkozásra, inkább a természet fölött és az ember találkozása, még egy közösségi tér, ami nekünk nagyon hiányzik katolikusoknak, reformátusok már evangélikusok régtől kezdve csinálták, az pedig az egymással való találkozás. Úgyhogy ezért örülök neki. Én úgy érzem, hogy ez egy olyan támogatási forma, amelyre nagyon büszkék lehetünk vidéki települések. A támogatásokról szóló sajtótájékoztatón elhangzott, Gyenesdiás már többször sikeresen pályázott a Magyar Falu program keretein belül. Tavaly mintegy 5 millió forintos támogatást nyertek el az óvoda udvar fejlesztésére, 3 millió forintból pedig orvosi eszközöket vásárolhatnak. Összesen valójában 42 millió forint volt az, amit eddig Magyar Faluból önkormányzatunk le tudott sikeresen hívni most így együtt a plébániával, és természetesen még nagyon szeretnénk azt is, hogy a következő időszakban még az útjaink is meg tudjanak újulni, illetve még a, szintén talán az egyházközséget erősítve, segítve, de talán a közösséget is egy új temetőkertet és egy új ravatalozót szeretne községünk. Gyopáros Alpár kormánybiztos kiemelte, tavaly 267 esetben nyertek a pályázaton az 5000 fő alatti Zala megyei települések. Mintegy 3 milliárd forintot osztottak szét köztük. A Magyar Falu program célja, hogy megállítsa a népességcsökkenést a kis településeken. Minden eszközt ennek az alapvető célnak rendelünk alá. Az eszközök döntő része természetesen életminőségi javítás. Olyan életminőséget szeretnénk teremteni a kis településeken, amely versenyképes a városi életminőséggel. Nyilván itt nem a magas szintű szolgáltatásokra gondolunk, nem azt kell elképzelni, hogy egy faluban színházat építünk, vagy nagy koncertemet építünk, de az óvodai, iskolai, egészségügyi alapvető szolgáltatások azok ugyanolyan színvonalak legyenek, mint a városokban, és visszaadjuk ezzel a falusi fiataloknak azt a szabadságát, hogy ha ő falun szeretne élni, akkor élhessen falun, és ne kényszerüljön be a városba. Manninger Jenő országgyűlési képviselő elmondta, az uniós pályázatoknál is jobban igazodik a magyarok igényeire a Magyar Falu program. Az Zala megye 2. választókerületben eddig 82 település pályázott sikeresen. A pályázat figyelemmel van arra, hogy az apró falvak is megfelelően részesítessenek a pályázatokban. Tehát azt lehet mondani, hogy tényleg ilyen pályázatok kellettek. Még van hátra egy-két év, és azt látom, hogy nagyon sok célt már a következő két évben tudunk teljesíteni. A következőkben járdák, utak felújítására, temetők fejlesztésére és falugondnoki szolgálat támogatására is lehet pályázni a program keretében.